Elindult a kötelező lázmérés az iskolákban és az óvodákban, eddig nagyjából sehol nem okozott komolyabb fennakadást a plusz feladat reggelenként. A tanárok szerint viszont félelem jellemzi a magyar iskolákat a tesztelés teljes hiánya miatt. Készfertőtlenítés, majd lázmérés. Enélkül nem léphettek be Pécsett a kisdiákok ebbe az általános iskolába. Mostantól kötelező a lázmérés minden óvoda és iskola bejáratánál. Debrecenben mindenhova megfelelő mennyiségű lázmérő érkezett, így egy intézményben sem volt reggel fennakadás. Beszerzésre került 450 lázmérő a Debrecen város költségvetéséből, amiből gyakorlatilag meg tudjuk azt valósítani, hogy minden egyes debreceni óvodában és bölcsödében, ami egy nagyon fontos dolog, hogy rájuk a jogszabály még nem vonatkozik, de mi azt gondoljuk, hogy minden intézményben a működőképességet szeretnénk biztosítani. Az óvodákban bekísérheti a szülő a gyereket a csoportszobában. A méhecskéknek vagy a pillangóknak is jutott egy-egy mérőeszköz, de minden reggel külön mérik a pedagógusok testhőmérsékletét is. Érintésmentes lázmérünk van, ugye 8 a csoportoknál, egy pedig a dolgozók lázmérésére szolgál. Készfertőtlenítőszerünk folyamatosan van, 3 darab bejáratunk van, és minden bejáratnál van ilyen szenzoros készfertőtlenítőszer. Győrben is megkezdték a napi rutinnak számító lázmérést. Nem volt semmiféle ellenkezés, nem volt semmiféle fintorvágás, azt gondolom, hogy ők is egyfajta kíváncsisággal, vegyes érdeklődéssel figyelték, hogy hogyan és miként fog ez megtörténni. Szerencsére nem volt semmiféle torlódás, úgyhogy azt gondolom, mindenki nyugodtan kezdheti a mai napot is az iskolában. Egerben sem okozott problémát a lázmérés, csupán az, hogy fél órával kevesebbet aludhattak, hisz a kötelező hőmérsékletmérés miatt előbb kell érkezni reggel a suliba. Hát kicsit hamarabb kell kelni, de hál' Istennek sikerült, tehát gördülékenyen alkalmazkodik a kisfiunk is a adott helyzethez, úgyhogy megszokta, hogy hamarabb kell kelni, hamarabb kell ideérni, fel kell venni a maszkot, ez most már a mindennapok része. Vannak olyan iskolák, ahova a későbbiekben hőkamerákat szerelnek majd fel, ezzel tudják a reggeli tumultust az ajtóknál csökkenteni.